A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Ünnepi beszélgetéseink sorában vendégünk Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Nagyon fontos volt ez az év. Én azt gondolom, hogy ha úgy nézzük, hogy a 2022-23-as esztendő az már a koronavírus járványt követő, illetve a meg annyi válságot követő év, csak nem teljes volt, ha úgy tetszik, és ez kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a színház rajongónak, hogy nagyon-nagyon várja már azt az időszakot, amikor ismét ellátogathat a Vörösmarty Színházban, és hát remek darabok kerültek át még ugye tavasszal, és ez azt hiszem, hogy megerősítést jelent a direktornak is. Így van. Noha, hagyd tegyem hozzá, hogy a 2023-as esztendő az tulajdonképpen úgy kezdődött el, mint még soha, legalábbis az én életemben még soha. Mert ugyan több mint 40 éve csinálok színházat, de úgy még 40 év alatt egyszer sem, hogy január elejétől két hónapig egy színház bezár. Nem voltunk egyedül ezzel, ez tudható, hiszen az ország számos színháza kénytelen volt becsukni a kapuit, nem játszott, az magas energiaárak és az energiaválság miatt. Azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Természetesen ebben is volt valami jó, és érdemes inkább erre visszaemlékezni, semmint arra, hogy ez mennyire kellemetlen volt, vagy mennyi nyüglődéssel járt, mert őszintén szólva például, ha nincs ez a bezárás 2023. január elején, akkor a 12 dühös ember Cserhalmi György rendezésében soha nem kerül újra színpadra a Városháza dísztermében. Szerencsénkre a 12 dühös ember szereposztása adva volt, színészei itt voltak a társulatban, és a raktár mélyéről sikeresen elő tudtuk bányászni a maradék díszleteket is, és hát nem tudom, Csipke Rózsika álmából ébredt föl ez az előadás, mert frenetikus hatása volt a közönségre. Őszintén szólva a Városháza díszterme még jót is tett magának az előadásnak. A dráma sokkal közvetlenebbül volt átélhető a nézők számára, tehát ez egy nagy reveláció volt. És talán ez a bezártság, ez a nehéz körülmények között való próbaidőszak prése segítette a Nem félünk a farkastól című produkció színészeit is ahhoz, hogy az évad egyik legkiemelkedőbb előadása szülessen. Túl vagyunk már a 2022-23-as évadon, és most így, ennek az évadnak a közepén járva is örömmel tapasztalom, hogy amikor kiírjuk azt, hogy következő hónapban nem félünk a farkas, akkor nagyon gyorsan ott van a piros cédula, hogy jegy már nem vásárolható. Tehát ez azt jelenti, hogy egy év múltán is keresik, várják ezt az előadást, és hogy tegyem hozzá, nem csak Fehérváron, hiszen számos megkeresést kapunk az ország különböző pontjairól is, szeretnék látni ezt az előadást. Úgyhogy két ilyen bónuszt is kaptunk, ha úgy tetszik, ettől a cudar időszaktól, és ennek a tudatában, illetve annak a tudatában, hogy a közönségünk nem pártolt el tőlünk. Amikor újra meghirdettük a bérletünket tavasz folyamán, és nagy kérdés volt, hogy hát mi nehezen viseltük el ezt az időszakot, de vajon hogyan viselték a nézők? Nem lett-e elegük ebből a rángatózásból? Van előadás, nincs előadás, most tessék jönni, Tehát hogy állnak ehhez hozzá? És őszintén szóval féltünk attól, hogy a bérlet akciónk nem lesz sikeres. Tévedtünk, hál' Istennek, mert
több bérletesünk volt, mint az előző évadban. Az emberek nem pártoltak el, visszajöttek, sőt, még új bérletvásárlók is adottak. És elkezdődött az évad. És elkezdődött az évad, így van. Én azt mondom, hogy ez az évad bővelkedik majd meglepetésekben, hiszen fantasztikus darab. Mielőtt azonban erről beszélnénk, azért volt itt egy színházi olimpia például. Én azt hiszem, hogy az megerősítést jelent valamennyi színházi szakember számára, ha az olimpia keretében olyan előadásokat mutathat be a színházában, mint amelyek megérkeztek Székesfehérvárra. Igen. Két kiváló együttest láttunk vendégül, a Temesváriakat és a Zágrábi Gavella Színházat. Nagyszerű volt mind a két produkció, ott voltam és tapasztaltam a közönség lelkes tapsát, de azért azt is el kell mondanom, és igazgatóként ez végtelenül jól esett, hát egyszerűen a hiúságomat legyesze, mit tagadjam, hogy kivétel nélkül mind a két társulat színészei, amikor utólag az előadás követően fölhívtuk őket, a társalgóba is vendégül láttuk őket, el voltak ragadtatva, irigykedtek ránk. Azt mondták, irigyelünk benneteket ezért a csodálatos színházért, és irigyelünk benneteket a közönségünkért. Hát őszintén szólva, nekem ez esett a legjobban. Igen, hát a királyi napok az most nem olyan volt. Ugye az elmúlt esztendőben befejeztük, ha úgy tetszik, de azért most is volt egy olyan rendezésed, ami fontos. Igen, szerettem volna, hogy mindaddig, amíg a koronázási ünnepi játékok sorsa, jövője, nem kerül olyan stratégiával megfogalmazásra, hogy hogyan is tovább. Addig is szerettem volna ebben az átmeneti időszakban ezt az űrt betölteni, és ezt az űrt hivatott betölteni a Csúcsos hegyem, az a kis előadásunk, amit a Rákóczi Szövetség diákjaival hoztunk létre, és ami azt gondolom, hogy nagyon sok nem hiszem, hogy túlzottan elragadtatódnék a valóságtól, ha azt állítom, hogy a fehérvári lakosok többsége nem ismeri a város történetének ezt a periódusát, ezt a szakaszát, nem ismeri az Árpád-kori Székesfehérvár adottságait, sajátosságait, és önmagában a városnak ez a története is végtelenül izgalmas. Tehát én tulajdonképpen a király koronázás földrajzi útját megrajzolva, egy ilyen virtuális képzeletbeli sétára vagy idegenvezetésre hívtam a nézőket, hogy barangoljunk együtt az Árpád-kori Székesfehérvár utcáin, hogyan is nézett ki ez a város, amikor szigetekre épült. Szóval az egy nagyon-nagyon izgalmas történet. Azt hiszem, csak a jéghegy csúcsát kapartam meg, még bőven volna itt mit keresgélni, de hát ez már a jövőnek a kérdése. Most, 2024 előtt azt kell, hogy mondjam, hogy a fenntartó elé került a koronázási ünnepi játékok folytatásának stratégiai koncepciója, és amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor rövidesen egy sajtótájékoztató keretében hosszú távra meg tudjuk rajzolni azt, hogy mi várható a koronázás címszó alatt. Nagyon fontos lesz ez az évad, bár műsorváltozással kezdődött, ugye tudjuk, hogy a Csodálatos vagy Júlia sajnos nem került bemutatásra. Én azt gondolom, hogy ezt bánhatja mindenki, talán majd egyszer. Viszont az Apacsok óriási sikert aratott. Én azt hiszem, Bagó Bertalan rendezésében ez a Bereményi Géza, Kovács Krisztina darab, ez egy csoda volt, hiszen a közelmúlt olyan problémáit tárta elénk, gondolok itt az 50-es, 60-as évekre, ami azt hiszem, hogy példa arra, hogy miként kell hozzányúlni színházi rendezőként, illetve íróként. Igen, közelmúltunknak egy nagyon érzékeny és máig kellően ki nem beszélt témája, ez az ügynök téma.
röviden vagy máshogyan fogalmazva, hogyan lehetséges az, hogy a fél országot beszervezték azért, hogy a másikat feljelentse, vagy a másikat megfigyelje. Ez hogy létezik? És most így ugye az emberi kényelmesen egy fűtött szobában azt mondja, hogy hát ilyen velem nem történhet. Hát ez nem egészen így van. És hogy mennyire nem így van, és mik voltak ennek a mechanizmusnak a mozgató rugói, Bereményének egészen zseniális és különleges műve, és őszintén szólva, ugye két premierje volt. Egyfelől Veszprémben is bemutatták az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében, illetve Fehérváron. És akkor vége volt az előadásnak, ami számomra nagyon fontos pillanat volt, az nem a tapsnak a hevessége, hanem az a pillanatnyi csönd, az utolsó kimondott szó, és a fölcsattanó taps között. Ugyanis ebben a szünetben lehetett megérezni azt, hogy tehát valami olyan hatás alá kerültek a nézők, hogy mikor az emberben egy benszorul a lélegzet, és akkor ezt lehetett tudni, hogy na, ez egy erős hatású előadás. És utána, hogy kirobbant a taps, persze ezután a hatásszünet után, a hatás szünete után ez teljesen jogos is volt. Igen, rendkívüli méltóságot adott. És most király... meg is meg ugye tegyük hozzá, hogy azért különös súlyt adott ennek a ünnepségnek az, hogy ott volt Bereményi Géza, aki tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon súlyos betegségből épült föl, és a veszprémi bemutatón nem is tudott jelen lenni. Hozzá közel állók egyáltalán kétségesítették, hogy valaha kijön-e a kórházból. Tehát ilyen súlyos volt az állapota. És nagyon boldog voltam, hogy elfogadta a meghívást, jól van, és bár gyengén, de mégis boldogan ott állt a színpadon, fogadta a gratulációt, és nagyon-nagyon tetszett neki. Igen, a forgószínpad ugye az Országos Hálózat csatornája kulturális műsorában is üdvözölték, hiszen ő maga is megszólalt nekünk. Aztán királybeszéd, de rövidesen itt van a premier. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan történet megint csak, amire felkapja az ember fia a fejét. Igen, nagyon sok tévénéző számára ugye ez egy ismert történet, hiszen sikerszériát futott a mozikban, sikerszériát futott a televízióban, a Netflixen, tehát mindenütt lehetett látni ezt a kiváló alkotást. Azt azonban már kevesen tudják, hogy ez eredetileg nem film volt, hanem színdarab. És a színdarab sikere, vagy azon felbuzdulva, jött létre tulajdonképpen a film, de az eredeti, az mégiscsak egy színdarab. És a színdarab is kiváló. Tehát nem véletlen, nem mi vagyunk az elsők Magyarországon. Előttünk már jó néhány színház bemutatta, mindenütt nagy sikerrel. Nem gondolom azt, hogy ebben a tekintetben a mi előadásunk is különbözne a többitől, hiszen kiváló a szereposztásunk, és nagyszerű a történet. Mint ahogy nagyszerű történet a Kőszívű ember fiai, és azt hiszem, hogy generációkon keresztül tudjuk, hogy ez micsoda fantasztikus dolog. Te magad fogod rendezni, és hát Jókairól azért tudnunk kell, hogy bár minden művét becsben tartotta, de a Kőszívű ember fiai számára is különleges volt. Én nagyon remélem azt, hogy akik eljönnek és megnézik a Kőszívű ember fiait, a szó jó értelmében csalódni fognak. De ebben a csalódásban inkább meglepetés lesz, hogy ez is benne van a Kőszívű ember fiaiban. A Kőszívű ember fiai erről is szól. Mert hadd tegyem hozzá, hogy a Kőszívű ember fiai egy papírfedeles kiadásban ma 600 oldalas könyvként olvasható. Ebben a 600 oldalban az a történet, amit mi a Kőszívű ember fiai című ikonikus, fantasztikus magyar játékfilmből Várkonyi Zoltán rendezésében ismerünk, az ennek a 300 oldalnak egy töredéke. Ez kb. Az egy harmada. És két harmada az egy olyan
szellemes, nagyon sokszor humoros, szatirikus, sokszor fájdalmas, filozófikus kor és társadalom rajz arról a Magyarországról, ahol kirobbant a forradalom, azokról az emberekről, akik ezt kirobbantották, és akik a terror alatt tulajdonképpen túlélésre kényszerültek. Én magam elbűvölten olvastam újra a regényt, és feltett szándékom volt, hogy megismertem a nézőkkel azt a Jókait, és azt a kőszívű ember fiait, amit csak akkor ismerhetünk meg igazán, ha elolvassuk a regényt. És a regényt, valljuk meg őszintén, kevesen olvassák. Többen olvasták a régi generációból, de az már régen volt. Igen. Az új generáció, hát őszintén szólva kétségeim vannak afelől, hogy végigolvassák-e, egyszerűbb végignézni a filmet, de ez csapda. Ez nem a kőszívű ember fiai a maga teljességében. Én nagyon bízom abban, hogy egy igazi kalandos, és a szó kellemes, szó igazi pozitív értelmében egy meglepetésszerű kalandra hívom majd a nézőket. Ahogy kalandoznak majd a Kozák stúdió belátogatók is, hiszen ott is két klasszikus kerül színre, a Csongor és a Tünde, illetve az Ifigénia Aulisban. Cukor Balázs bemutatkozik számunkra, bár a nagy színpadon is rendezi a Nem most drágám című darabot, és a Voice, illetve Bagó Bertalan az Ifigéniát. Azt hiszem, hogy ezek is fontosak, mert hogy a Kozák, az a bensőséges hangulat azért mindig különleges. Igen. A Csongor és Tünde régi adosságunk. Gyakorlatilag 12 éve folyamatosan minden évad tervezésekkor fölmerül, hogy na is a Csongor és Tünde, na is a Csongor és Tünde, te megcsinál. Én egyszer rendeztem, és én úgy érzem, hogy az valami olyan... Tehát én abban akkor úgy gondolom, hogy mindent elmondtam, ami nekem akkor eszembe jutott a Csongor és Tündéről, és azt hiszem, hogy talán elég hatásosan voltam képes közvetíteni. De hát elmúlt azóta 30 év, felnőtt egy új generáció, itt van egy új rendező generáció, ők máshogy látják a világot, máshogy olvassák a klasszikusokat, vajon hogyan? És azért esett a választás Cukor Balázsra, mert ő ennek a fiatal rendező generációnak a nagyon markáns képviselője, egy nagyon mély gondolkodású, kreatív fantáziával megáldott rendezőről van szó. Ugye ő jegyzi a Nem félünk a farkastól című darabot is. És egyszerűen kíváncsian voltunk arra, hogy egyrészt ő hogy látja, másrészt én kifejezetten azt kértem tőle, hogy ebben a városban évtizedek óta nem ment a Csongor és Tünde. Ennek a színháznak az a neve, hogy Vörösmarty Színház. Két utca, vagy az utca másik felén, kicsit arrébb, oda járt iskolába Vörösmarty Mihály. Tehát itt van egy olyan elvárás részben a Vörösmarty munkássága részben a Csongor és Tünde, mint mitológikus mű iránt, hogy az elemi kötelessége egy színháznak, hogy a fiatal generációval is megismertessek. No man is no man. Mindenképpen. Az Ifigénia nem különben, azt hiszem, hogy kihívás, bár azt azért sokan látták. Viszont a Kékhajú lánynak már megvolt a bemutatója a Pelikánban, ugye Dóka Péter és Perce Lenikő dramaturgiájával, és Kerkai Rita ismét bizonyította, hogy nagyon is ért a fiatalok, azt mondom, az eleve a 21. század kornyelvén. Tapasztaltam, hiszen a bemutató közönsége 90%-ban diákokból állt, azokból a diákokból, akik számára készült ez az előadás, mert hadd tegyem rögtön hozzá, hogy ez beavató szándékkal készült, és egy beavató programmal kiegészítve tekinthető csak meg. Ezt az előadást nem kínáljuk úgy a jegyes nézőknek, ez kifejezetten iskolák közösségeinek kínáljuk. A előadás követő beszélgetéssel egyetemben
ahol nagyon sok mindenről szó esik, és elsősorban olyan dolgokról, amelyek nem mindennaposak, mint témák, finoman szólva nem mindennaposak a fiatalok életében. Mi a viszonyunk a halálhoz? Mi a viszonyunk az elmúláshoz? Azok, akik részt vesznek az előadás követő beszélgetésen, minden olyan esetben, amikor a fiatalok meg tudnak nyílni ebben a témában, nagyon nagy élményben van részük, tehát bízom abban, hogy ez is egy sikerszériát fog majd befogni. Igen. Ugye lesznek vendégprodukciók, kivonatosan Neil Simon, a Furcsa pár, József Attila Színház, aztán a Teljesen idegenek, illetve a Pinocchio Pécsi Nemzeti Színház, illetve a Dunaújvárosi Bartók Színház. Amiről viszont egy kicsit részletesebben kéne beszélgetnünk, az a csoda, ami nem volt még egyetlen egy vidéki városban sem, sőt Pesten sem, ha jól tudom, az Arszrégia bérlete. Az azt hiszem, hogy teli találat mindenféle értelemben, annál is inkább, mert hogy az a négy műfaj egymásra találva, kézen fogva fogja bemutatni azt a sokszínűséget, ami Székesfehérvár kulturális életét jellemzi. Igen, ezeknek a különböző műfajok képviselőinek a vezetői nagy lelkesedéssel vették a megkeresést, hogy hozzunk létre közösen egy bérletet, és ezt kínáljuk a fehérvári közönségnek. Nem utolsó sorban azzal a szándékkal, hogy azt tudjuk, hogy bizonyos műfajoknak megvan a maga tábora. És most nem a színházról beszélek, de ott van a balett. Igenis megvan az ő törzsközönségük, megvan, akik nagyon szeretik ezt a műfajt. Nem beszélek természetesen a nyilván filharmoniai bérlete rendelkező koncertlátogatókról, és a táncház sok ezres, a táncházban folyó művészi és öntevékeny akciókat támogató sok ezres tömegnek is megvan a maga, vagy tömeg is támogatja azt, ami a táncházban történik. De nem biztos, hogy egy táncházba szívesen látogató közönség az mondjuk elmenne egy koncertre. Vagy egy koncert bérlet tulajdonos valaha is betévedne a táncházba. És akkor még sorolhatom hosszan ezt a példázatot. Ez a bérlet erre kínál nagyszerű lehetőséget, valóban, ahogy említette, tehát az országban egyedülálló módon, és őszintén szóval nagyon bízunk abban, hogy minél több az előadó művészetet is, most hangsúlyozom, hogy nem a színházat, az előadó művészet különböző formái iránt érdeklődés vagy lelkesedés mutató közönség, az élni fog ezzel a országban valóban egyedülálló lehetőséggel. Nincs kétségem felőle, és ami felől még szintén nincs kétségem, hogy ez egy fantasztikus siker lesz, ez nem más, mint a Benyovszky. A sajtótájékoztatón ott voltunk, részletesen beszámoltunk róla, de én azt gondolom, hogy Felvidéktől a világ végéig elmenni Madagaszkárig, az egy önmagában egy csoda. Ez szintén hát könyvben nyilván nagyon-nagyon sokan olvastuk, viszont ennek az adaptációja megint egy óriási kihívás. Igen, én tudod, úgy vagyok a Benyovszkyval kicsit, mint a Hadikkal. Benyovszkyről is hallottam valamit, a Hadikról is hallottam valamit, de halvány fogalmam sem volt, hogy igazából ezek kik ők, és mi a jelentőségük. És most, amikor a Benyovszky című musical alkotói megkerestek, hogy rendezném meg, és beleástam magam a témába, elbűvöltem, és kicsit ilyen déjà vu érzésem volt, ugyanazt éreztem, mint amikor a Hadik megkeresése kapcsán elkezdtem búvárkodni a könyvekben, hogy utána olvassak, ki is volt Hadik András, ki is volt ez a Benyovszky Mór, aki egyébként olyan tisztelet övezte, már az emlékét is, ezt nagyon kevesen tudják, Jókai Mór az
Benyovszky Mór miatt lett Mór. A szülei a Benyovszky Móricz iránti tiszteletük miatt nevezték el a fiúkat Móricznak. Tehát Jókai Mór az Benyovszky Móricz iránti tiszteletből kapta a nevét. Ő is az, aki feldolgozta az egyébként eredeti formájában angolul és franciául megjelent rendkívül részletes naplóját, és ebből a magyarul megjelent Jókai Mór által írt, hát nem tudom, dokumentum, regény vagy életdokumentum, ebből készítette Posgai Zsolt a maga forgatókönyvét. Nagyszerű zene, kiváló a zene, Nagy Tibor zeneszerző munkája, és a történet pedig nem véletlenül kapta a Szabadság szerelmese alcímet. Mert ha most röviden kellene válaszolni arra, hogy ki is volt ez a Benyovszky Móricz. Tényleg a Szabadság szerelmese az nem egy ilyen légből kapott ilyen jó cím, vagy jól hangzik. Nem erről van szó. Ez az ember, hát eleve is ugye a 18. században élt. És katonaember volt, de elementáris, romantikus lelkülettel élte, habzsolta az életét, és mindenütt ott volt, ahol a szabadságért harcolni kellett, vagy ahol a szabadságért tenni lehetett valamit. Ilyen volt a Benyovszky Móricz, életének számtalan kudarca mellett is gyakorlatilag egy lánglelkű, szerelmes ember volt, de az ő igazi szerelme a szabadság volt. Ezt próbálja valahogy, ezt a lángoló, lobogó férfit próbálja ez a musical kiváló zenével közel hozni a közönséghez. Érdeklődéssel várjuk. János, én mindnyájatoknak egy csoda évet kívánok a kultúra színház szeretőkkel együtt. Én azt gondolom, hogy már nagyon várjuk, hogy megtörténjék. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és boldog új évet. Köszönöm szépen, hasonlót. Kedves nézőink, az évértékelő beszélgetések, ünnepi beszélgetések keretében Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.